Kostyán András szólógitár, Dévényi Zoltán szólógitár, Jávor Tamás dob, Simon Géza basszusgitár, Péter Sándor menáger, és a százfogó énekesünk az éppen hiányzik. Ugye most itt játszottok a Bahnhofban, de ti annak előtte nagyon sokat jelentkeztetek Nyíregyházan, és nem csak Nyíregyházan, hanem Pesten is nagyon sokat játszottatok, és most az utóbbi időben, mintha kevesebbet hallanánk rólatok. Ez minek tudható be? Készültök valamire, vagy egy kicsit alább hagytatok a tempóval? Hát... El kellett bújni. Sajnos hülyeskedtem. Hát játszunk folyamatosan, de itt Nyíregyházán most kevesebbet, mint eddig. A Jugoszláviában játszottunk most három hete, két bújt. Aztán arról az itteni médiák nem nagyon tudnak beszámolni. Volt egyébként valami rock fesztivál, vagy rock találkozó volt kint, vagy csak úgy kiutaztatok is? Motoros találkozóra hívtak minket. Van egy kazettátok is, amit éppen a kezedben tartasz. Ez a Kicsit Vadállat című Spider kazetta, ami körülbelül egy éve, ha jól tudom, hogy megjelent. Milyen visszhangja lett a kazettának, és lesz ennek folytatása esetleg? Lehet, hogy sok lett rajta a visszhang. Nem tudjuk pontosan, természetesen lesz. Hát már készül, aztán már az új nóták is. Most mondjam azt, hogy mindegyik nagyon királyfi. Azért most még nem árulnánk el talán. Zolit említette, hogy van egy menedzsere is a zenekarnak, Péter Sándor személyében. Neked mi a feladatod ebben a zenekarban? Most mondjak, vagy kárunk, ugye? Ő csak úgy itt van velünk mindig. Én csak itt vagyok, ja. Hát figyelj, végül is az előbb feltette a kérdés, hogy mozognak-e, vagy nem mozognak. Mozognak. Csak végül is most Nyíregyházán nyomnak egy bulit, de ilyen motoros találkozókra szeretném őket benyomni, ahol 6000 ember, meg 8000 ember az ország minden részéről látja őket, érted? Mert itt nagyon le van határolva. Tehát a Szabocsi, a Nagykáló, Máté, Szalka, ezek a srácok, ennek a rockerek. De itt nagyobb a közönség. Meg az a közönség, aki vevő erre a zenére, érted? Tehát most nem fog megbotránkozni, becsapnak a húrok közé, meg gatya lecsúszik, meg ilyesmi, érted? Itt nem fognak sápítozni az emberek, mert ez egy természetes folyamat, érted? Egyébként most is motorral érkeztél, mert azt hiszem téged is ismerhetnek a nyíregyháziak a motorodról. Tudod, hát persze, az az egyik lábom. Érted, ha nincs nálam, akkor mankó kell, mint Deák Bélnek, érted? Hát ez van. A fiúk is motoroznak? Igen, szigorúan. Azt akartam... Mi bajod van? De hát persze, hogy nem. De azt akartam mondani, hogy mondtad az előbb ezt, hogy kimenni lenni Szabolcsból, meg mit tudom én, de ez azt jelenti, vagy nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk rá büszkék, hogy szabolcsiak vagyunk, sőt, nagyon is büszkék vagyunk rá, és ez az itteni környék, ez egy marha jó kemény, itt nagyon jó játszani a srácoknak, meg a csajoknak, meg minden, ez tutira jó. És ez a lényegen, hogy ez marha jó, hogy szabolcsiak vagyunk. A legközelebb itt a nyíregyháziak, vagy nyíregyháziak a környékiek, hol láthatnak benneteket? A Jereván Sörkertben van már egy meghívásunk, még pontos időpont nincs, hát ezt majd a plakátokon majd lehet lesz olvasni.